Jó napot kívánok, kezéke csókolom, sziasztok! Ide hívva benneteket innen az itthoni kilátást azért ajánlom, mert ez a gyönyörű táj gyerekkorom egyszerűségét is, nagyszerűségét tükrözi. Partnerként egy nyuszit választottam, habár a nyuszi a színházunk kabalája, de így húsvét után azt gondoltam, hogy egy ideális partner lesz, mert a karantén alatt jó is történt velünk a házunk táján, családunk megszaporodott két nyuszival, ő és a testvérei, az unokák, nem is a dédunokák, hogy mit nem szeretek a 21. században. Hú, hát röpke 20-22 év alatt hozott meleget, hideget, jót, rosszat, világjárványt, és egy olyan szörnyűséget, amiről azt hittük, hogy térben és időben soha nem fogunk találkozni. Aminek szörnyűségeiről csak nagyszüleink meséltek. Szomszédunkban családok szakadnak szét, anyák és gyerekek bőrönbe pakolt életükkel menekülnek felbombázott, lebombázott otthonaikból. Szörnyű, hogy 2-3 ezer év, 4 ezer, 5 ezer év alatt az emberiség mit sem változott. Csak a jelmezeket cseréltük le, és a hadi technológiát. Mintha mit sem tanultunk volna az évszázadok sikertelenségeiből, szörnyűségeiből. Hogy mit szeretek a 21. században? Hát elsősorban köszönöm, hogy megajándékozott engem a világ legdrágább kincseivel, a fiaimmal. Életem eddigi szerepeim közül talán a legösszetettebb, legkomplexebb szerepem az édesapa szerepe, hiszen a nagybetűs család nagyon törékeny tud lenni. A kudarcok, a nehézségek, a kihívások, a közös élmények csak megerősítenek bennünket. Mit várok a 21. századtól? Paradox módon akár az elődeink azt várjuk és hisszük, hogy gyerekeink majd jobbá és szebbé teszik ezt az egész világot.